Az autósoknak hadat üzenő Karácsony Gergely által újraindított statáriális kerékbilincs cselés betiltását is kezdeményezi a kormánynál a Mi Hazánk mozgalom, miután sikerült a parkolási mafiát visszaszorítani, legalább a veszélyhelyzet idején. A fővárosi önkormányzat a parkolási sarcot szeretné pótolni az önbíráskodó kerékbilincseléssel, azonban a teljesen észszerűtlen, éppen a vélt jogsértő állapotot rögzíti ez a kerékbilincselés a szabálytalankodás visszaszorítására hivatkozó profit maximalizálás esetével állunk szemben, mely már a fővárosi költségvetés bevételi tervében is szerepel. A Mi Hazánk mozgalom sem a gépkocsik, sem az ennyi erővel felvethető kerékpárok esetében nem támogatja a kerékbilincselést, legfeljebb a külföldi rendszármű járműveknél, melyeknél nehezebb a jogos büntetések behajtása. A fővárosi vezetésnek inkább az önkormányzati törvényben is előírt kötelezettségével, a parkolóhelyek biztosításával, újak építésével kéne foglalkoznia, a közterület felügyeletnek pedig inkább az illegális szemét lerakóknak kellene hadat üzennie. A szabálytalan parkolások egyik legfőbb oka tehát az önkormányzatok mulasztásos bűncselekménye, hogy nem biztosítják a szükséges parkoló helyeket, melyet az önkormányzati törvény feladatukként előír. A Mi Hazánk rendpárti mozgalom, önkormányzati képviselőként magam is egy élhető településért dolgozom, amely város biztosítja a szükséges infrastruktúrát, nem pedig hivatalos rablóbandák szakosodnak a már-már betarthatatlan szabályokból következő büntetések behajtására, a városban közlekedők lerablására. A kerékbilincs, illetve maga a parkolási mafia jellemzően bevételhez sem juttatja az önkormányzatokat, mert rendszer üzemeltetés címén eltüntetik a pénzt. Bizony képesek veszteségesnek hazudni azt a parkolási rendszert, mely semmilyen plusz szolgáltatást nem nyújt a gépjármű adót befizetőknek, hiszen például nem fedettek vagy nem őrzöttek ezek a parkolók. Képesek több 100 millió forintnyi közpénzt is pumpálni a kis gömböcként duzzadó, folyton terjeszkedő parkolási mafiába, melynek véget kell vetni. A Mi Hazánk mozgalom szerint a veszélyhelyzet elmúltával sem működhet úgy ez a korrupt rendszer, mint ahogy korábban. Az önkényeskedő kerékbilincselés a vélelmezett szabálysértés rögzítése, a kerékbilincselést elkövető tehát ebben bűnrészese a vélelmezett szabálysértés elkövetésének, mivel bűnsegédként jogellenesen megakadályozza annak megszüntetését. A kerékbilincs tehát olyan, mintha tulajdonképpen jelzálog jogot jegyeznének be a szabálysértést vélelmező bíró szerepében tetszelgő bírósági, hatósági eljárási rendet haszonszerzés reményében mellőző, statáriárisan ítélkező közterületfelügyelő. Látszik, hogy ki sincs töltve az intézkedés jogalapja, időpontja, a közterületfelügyelő aláírása, jelvényszáma, teljesen szabálytalan, önkényeskedő, statáriáris bíráskodás ez.